ettünk egyet a Salgon, egy OEC-t, az nem valami jó sikerült. Utána meg ahol csak tudtam menni. Pont ahogy beszélgettünk az előbb, hogy voltunk kocsakáztatni, autóztatni 2 hete Euroringen. Na az volt a 7. hétvég, hogy mentem valahol, vagy kisebben, vagy nagyobban. Úgyhogy kilométerek bennem voltak. Igazából itt a motiváltság volt az, hogy mennyire szívom föl magam, hogy mennyire akarok menni, vagy kocsit azt ismerem, kocsit az jó volt. Most új gumikkal mentünk, egy Michelinnel. Első nap nem volt annyira szimpatikus, de második nap úgy belaktuk. Visszük a lányunkat, hogy most belekóstolt a navigálásba. Van egy kis 1.6 sporthozók, és akar azzal rója köröket Emringen. Ez lesz a jövő. Most anyánál szerintem most nagyon sok fekete pontot lehúz a listámról ezzel a szilveszter rajóval kapcsolatban. Vagy beír egy pár pirosat, nem tudom, hogy állunk egyenlegbe. Igazából most azért jöttünk, mert anyám nagyon szeretett volna, és ezt mind a 8-at belementem. Úgy döntöttünk, hogy fölneveztünk a nagy kategóriába, 1.6 fölött, 1.6-os zsigulival. Első nap ugye a Tiszákkal vívtunk a nagy ladakupába, nem sokkal vert meg, 7 másodperccel fordultunk, de sajnos technika elérte. Szerintem nem bírtam volna vele a nap végére. Így, hogy kiestek, így sikerült egy nagy ladakupát, első helyet. A legvégén pedig a Renault Clio-val csatáztunk, ők megint szerencsénk volt, mert egy lassító hibából, így akkor a H10 második helyen, meg nagy ladakupa 1.